pénzbírságok fejében kell közmunkát végeznie több mint 100 Máramarosz szigetinek. A közmunka óra száma pénzbírságok számától függ. Egy-egy személynek több dossziéja is lehet kiállítva. Sokan válasszák az adósság törlésének ezt a formáját, viszont vannak, akik már nem tartózkodnak a városban. A közmunka óraszáma a bírságok méretétől vagy a számától függ, viszont a területi bíróság dönti el a ledolgozandó órák számát. Mi a bíróság döntését hajtjuk végre, mondta Giorgetta de Lescu, a Máramarosz szigeti szociális felügyelőség igazgatója. A tény, hogy a pénzbüntetés nem törlik el, kifizetve vagy közmunkával lehet csak megszabadulni tőle. A Borpataki pokolkastély sorsa a kezünkbe van. Rendeltetéséről dönthetnek a máramarosiak. A kastély napról napra bomlik. A Máramaros megyei tanács vissza nem térítendő pénzalapból menti, ami még menthető. A kétemeletes 440 négyzetméteres kastély 13 helységet foglal magába. Rendeltetéséről a megyei tanács honlapján december 31-ig lehet szavazni. Dönteni lehet arról, hogy bányászattörténeti múzeum, hagyománytörténeti központ, szociális otthon vagy kereskedelmi intézmény legyen. A pokolkastélyt olyan személyiségek is látogatták, mint Nikolai Jorga. A kastélyt Pokol Elek dúsgazdag aranybányász építette. Az a legenda jár róla, hogy kastélyában a kilincseket és a szőnyegrögzítőt aranyból készítette. Folytatódnak a Németh László Elméleti Líceum diákjai által előállított karácsonyi előadások. Ma délután 17 órától az ifjúsági házban bemutatták nagy karácsonyi jótékonysági koncertjüket. Részt vettek óvodások, az alsó és felső tagozatos diákok, a liceum kórusa. Hangszeren kísért Markó Botont, Alföldi Lakatos György, Alföldi Lakatos Tibor, Moldován Balázs, Koncsárt Balázs, Bak Péter, Tasnádi Kincső, Mastanlo Renán, Meze Izabella és Tóth Petra. A jótékony előadás bevételét a díszterem és az óvodacsoportok berendezésére szeretnének fordítani. December 18-án délelőtt az iskola kórus a tanfelügyelőség által rendezett karácsonyi kórus találkozón lép fel. December 18-án 17 órától karácsonyi előadást tartanak a Waldorf csoportovodásai. December 18-án 18 órától a bevásárlóközpontban adnak karácsonyi koncertet. December 19-én délelőtt a diákokat tanári karnak kántálnak. Az ünnepség keretén belül átadják az óvodásoknak a karácsonyi cipős doboz ajándékokat. December 26-án 17 órai kezdett el a liceum kórusa jótékonysági koncerten lép fel a baptista imaházban. A máramaros óvodások idén is közös karácsonyi előadással készülnek. Az ünnepségre december 18-án csütörtökön 16 órától kerül sor a Nagybányai Bábszínházban. Az ötödik alkalommal megrendezett ünnepségen fellépnek az Otilia Kazimír óvoda, a 30-as számú óvoda, a 9-es számú óvodához tartozó 20-as számú óvoda, a Németh László Elméleti Líceumhoz tartozó 8-as számú óvoda, a 15-ös számú óvoda, a Szamosardai Kóskároly Gimnáziumhoz tartozó óvoda. Főszervezők az Otilia Kazimír óvoda Katica Bogár csoportja, óvónők Almási Lilla és Montiano Erika. Közös karácsonyi előadás szervez a Máramarosz-szigeti Minimax és a Nagybányai Kalliope tánccsoport december 22-én hétfőn 19 órai kezdettel a Nagybányai Városi Színház előcsarnokában. A rendezvényen közreműködik a Nagybányai Fúvós Zenekar és a Máramarosz-szigeti Zeneiskola tagjai. A belépés ingyenes. A Nagybányai Lendvai Márton színjátszókör tagjai folyó év december 29-én hétfőn este 6 órai kezdettel nagy szeretettel várnak minden kedves színházrajongót szokásos szilveszteri kabaré műsorra, melynek címe Ritkaság, de van ilyen. Bemutatója a Városi Színház előadótermében kerül sor.
gazdag választék várta az érdeklődőket a Nagybányai Teleki Magyar Házban a szombaton és vasárnap megrendezett karácsonyi vásáron. A kézműves karácsonyi dísztárgyak, ajándéktárgyak iránt évről évre nagyobb az érdeklődés, évről évre nő a kínálat. Szombaton már a megnyitás első órájában megtelt a Teleki Magyar Ház. Sokadik alkalommal szerveztük meg a karácsonyi vásárunkat, akárcsak az előző években, most is látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Most különösen sokan vannak, hiszen kézműves szombat is zajlik egy időben az épület oldaltermeiben, izgalmas karácsonyi ünnepi dekorációkat, kézművességeket készíthetnek a gyerekek és az ide látogatók. Ide bent a termekben pedig nagybányai, nagybányakörnyéki szatmári és kolozsvári kézművesek árult lehet látni és vásárolni. A kézműves ajándéktárgya karácsonyi és karácsonyfa díszek mellett az erdélyi virtuális antikvárium és könyvesbolt, valamint a kolozsvári Idea könyvtár kínálatából is lehetett válogatni. Kerámia tárgyak, ékszerek, asztalterítők, párnák, széki ruhák, fadobozkák, kötött állatkák, vonott kosarak, gyurmadíszítésű evőeszközök, adventi koszorúk, sapkák, gravírozott hűtőmágnesek, karácsonyfa díszek és sok más érdekes és hasznos cikkek között lehetett válogatni a szatmárnémeti, széki, nagykárolyi, felsőbányai és nagybányai kézművesek kínálatából. Milyen könyvekből fognak a legjobb? Hát gyerekkönyvek elsősorban, főleg ilyenkor karácsony előtt. Regényeket vesz inkább, van albumokat, szép színes ajándékalbumokat, vagy gyerekkönyvek, gyakorlatilag az a legkelendőbb, ahogy az előbb is mondtam. És ezek a mézes kalácsok karácsonyfa alá jönnek, karácsonyfára. Igen, igen, ezek például felakasztani a karácsonyfára. Ezeket az ajtódíszeket, ilyen kis karácsonyfák, ajtódíszek, hoppá, kis kosarak, tányéra láttétek. Pedig nálkor fonott dolgokat, tehát kenyeres kosarak. Mit kínál ma eladásra? Hát Nagykárolyba jöttem, üvegfestő, és fimót teszek porcelánra üvegre, és egy kis karácsonyi motívummal ellátott használati tárgyakat hoztam. És mit ajánl a kedves vevőknek? Hát bögréket, gyertyatartókat, egy kis kávészleteket, ütőmágneseket, tenyérszet, tejás szétet. Ezek is Timo, ezt festett, azt vett, és egy készlet is van, tehát ezt összet, magyaros mintavonalam, tehát az a fő motivum. Csak most egy kis kitérőt tettünk, ugye mivel, hogy karácsony közeledik, akkor a Mikulás virág, a magyar bokor levele, különböző girlandok, hóember, kis csengő. Mindenféle karácsonyi motívum került most elő.
egy ilyen kis kompromizással is próbálkozom. Nem foglalkozom, csak próbálkozom. Aztán azt is elhoztam. Honnan jöttek? Székről jöttünk, Székről, székiek vagyunk. Déki szőtteseket, varottasokat, mezőségi ruhát, széki lékrit, széki rakott szoknyát, asztalterítőket, díszpárnát, karácsonyi ajándéknak. Nincs rá. És mi iránt érdeklődnek a legjobban? Hát, karácsonyfa díszek, gyereket tartó. Még igaz. A gyűrűk mennyibe kerül? Minél több. 10 lejtő többet nem ér. Neked itt a legjobban? Hogy nem jó, de szép. Jól állnak. Az a doboz megvenni? Készítettem árulni valót. Mutasd meg, mit készített. Csak itt van egy szép mikulásos, és itten pedig lehet írni. Sokféle van. A legtöbben csillag van. Meg ilyenek vannak benne, és a sarkában pedig van egy olyan kék valami nagyusz. Ilyen nálunk maradt könyvek, meg pólók, meg bögrék, meg a nagybányás hűtőmágnesek, azokat néz meg a magányok. Hát elsősorban a karácsonyi asztalra gyönyörű hímzett abrosszaink vannak különböző méretekben, akár önállóan megállják a helyüket a nagy karácsonyi asztalon, karácsonyfa alá, akár kiegészítőként a fehér abroszra, futók formájában. Olcsóak, így hát ajándéknak is jó, nem csak azoknak, akik terítenek. Nagyon szép, különleges vízzacskóink vannak, amivel emeljük az ajándékunk értékét, könyvet, akármit, ékszereket lehet becsomagolni. Gyerekekre külön gondoltunk, mókás sálak, táskák, vannak szépen hímzett törölközőink, és pihe-puha párnáink, ami már nem nagyon fér ide, de azért látszik, az alkalomnak megfelelő, és más mintával is. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Igen, ezek ajándékzacskók.
karácsonyi. De nem csak. Vannak más mintáink is. Nagyon jól kezelhető. Pamutvásznakból vannak, szépen hímezve. Gyönyörű ajándék. Most tartócskák. Nagyon sok mindent lehet itt vásárolni, nagyon sok szép kézműves dolgokat lehet jönni válogatni. Sok magyar motivumú ékszerek kaphatok gyerekeknek, kis mikulásos nyakláncok. Sikerült? Igen, tudom, hogy nem. Na gyere, menjünk csinálni ajándékot. Annyira meg nem A karácsonyi vásárral egybekötve karácsonyi kézműves szombaton vettek részt a kicsik gyöngyfűzött hópelyheket, ajándékzacskókat és varrott karácsonyfát készítettek nagyon nagy lelkesedéssel. És meddig húzok négyet? Csak a... Mit készítsel, Lori? A közepére kell. Dorika, a közepére kell. És nehéz? Hogy kell készíteni? Hát nem. Könnyű. Na, hozzá járunk. Jó, figyelj. Kiegészítettek. És kire tettél? És fel lesz oldal. És most egyszerűen megcsináljuk a kis kurkat, látod? Melyik a nénik, hogy oda dolgozzál. Kérnek itt a gyerekét. Gyöngybölcsön készítünk hópelyhet. Különböző mintáink vannak, amit látható. A legegyszerűbben próbálkozunk, tehát mindenki választotta. Így van, és egyúttal ki is választják azt is, hogy milyen nehézségi fokozatot bírnak el, mert a kisebb gyerekek könnyebb mintát választanak a nagyobbak, kicsit bonyolultabban. Több soros gyöngyfűzés. Így van. És mit készítenek a legszívesebben? Tehát hópihét a legegyszerűbbet, amelyik úgymond csillag is lehet, hópihe is lehet. Ezt a mintát nagyon szeretik, és szeretettel mutatnám meg, ez a kedvencünk mindenki által. Ma úgymond 99%-ban ezt a mintát választották. Mindjárt megrajzolom, mert ezt mindjárt befejezik. Hát ajándékos zacskókat készítünk, papírból díszítjük. Valahol megtalálom, meg is mutatom. Hát igyekszünk, hogy a gyerekek készítsenek mindent, magát a zacskót is. Ez valami így néz neki, igen. És akkor ők szépen kirajzolják, kidíszítik. Majd a végén rakunk rá egy kis marsli díszítésként, és hát üres ajándékos zacskó lesz, de majd reméljük, hogy otthon is valami ragad, és majd otthon is el tudják készíteni maguknak. Én szeretnék készíteni egy karácsonyfát. Hát ez nem jó. Egy fenyőfát, karácsonyfát. Hát meg kell varni két anyagot.
és dolgoztam gyöknek ját, és akkor nem hozta el egy látom, átjelent, ezek itt karácsonyfák lesznek, vattával megtömjük, és össze kell varni. És te tudsz varni? Igen, mert a dédnagymamám varrani volt. Élőben minden gyerek természetesen var, meg mindenfélét kézműveskedik, és a vásárban is sok minden van. De hát el lehet jönni és megnézni mindent. Neked mi tetszik a legjobb? Hát én nekem a kézműveskedések közül ez a kis csillag, amit készítettem. Viszlát, kedves nézőink! Készítenek itt a gyermeket. Karácsonyfa díszet karácsonyfa formába. Ilyen. Megkötöd? Textilbű. Tessék, be. Ez a kié? Fűzzék kérlek szépen cérna, és folytassad. És mivel díszítik ki majd? Twitterre gyöngyel és anyagdarabkákkal. És fel lehet majd akasztani, vannak ottan minták a pillanat. Ilyet fognak csinálni a gyerekek. Ilyet fognak csinálni a gyerekek. És ez az egyik próbálkozás. Most segítek neki. A karácsonyi vására egybekötve szombaton délután Marás Hanna és Griguca Bogdán zongora előadása tette még varázslatosabbá a Teleki házban kialakult karácsonyi hangulatot. Vasárnap délután azok között, akik a téglajegyek vásárlásával hozzásegítettek a Teleki Magyar Ház felújításához, 5 festmény sorsoltak ki. Délután felhívnám a figyelmet két külön kis programba, amivel gazdagítani igyekeztünk még ezt a hétvégét. Ma délután egy kis zongorajátékra kerül sor, két nagybányai fiatal fog játszani nekünk, illetve az ide látogatóknak. Holnap délután pedig, és vasárnap délután kerül sor a ház felújítására felajánlott téglajegyek sorsolására, illetve azok közül a képzőművészeti alkotások közül fogunk kisorsolni néhányat, amelyet erre a célra ajánlottak fel nagybányai és erdélyi magyarországi képzőművészek. Hát erre is szeretettel várom mindenkit. Murádin Lovász Noémi, Bitai Zoltán, Dudás Gyula, Debrei Éva festőművészek alkotásait, valamint Dinyés László szobrászművész kollázsát sorsolták ki. A szerencsés tulajdonosok Németh Károly Chicagóból, Csongovai Ágnes Marosvásárhelyről, Varga Imre és Pál Terézia Nagybányáról és Takaró Tekla Angliából voltak. A megmaradt és ezután eladásra kerülő téglajegyek részt vesznek a következő sorsoláson, amelyre 2015 első felében kerül sor. Köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is a TV Sziget adásai mellett!